A KMKS Ungvári Alapszervezetének szervezésében ökumenikus szertartás keretében koszorúzással emlékeztek meg vasárnap Ungváron a helyi magyarok Kárpátalja magyar és német férfi lakosságának 1944. novemberi szovjet lágerekbe történt elhurcolásáról a Kálvárián található emlékmű mellett. Mintegy 30 ezer 18 és 50 év közötti magyar férfit hurcoltak el a szovjetek, 10 ezeren soha nem tértek haza. Egyetlen bűnük nemzetiségük volt, emiatt kellett meghalniuk vagy szenvedniük éveken, évtizedeken keresztül, hangsúlyozta a megemlékezésen Kuti László, az ungvári magyar főkonzulátus ügyhívő konzulja. Én úgy gondolom, nincs olyan magyar család Kárpátalján, akinek ne lennének személyes emlékei, nagyon szomorú és tragikus személyes emlékei a sztalini megtorlásokról, és hát az is történelmi tény, hogy éppen mi magyarok voltunk a németekkel együtt azok, akiket az legelső megtorlási hullám, a legelső represziós hullám érintett. Igen, és a központi megemlékezés is rettenetesen fontos, mert olyankor az egész magyarság közösen emlékezik az elhurcoltakról, az áldozatokról, de nagyon fontos az is, hogy az egyes településeken, így itt most Ungváron is megemlékezünk mindazokról, akik innen indultak el arra az útra, ahonnan nagyon sokan nem tértek vissza. Mekkora munka van ebben az emlékparkban, mekkora összefogás, gyűjtő munka, milyen összefogásnak az eredménye az emlékpark? Ugye egy szóval kéne összefoglalni, akkor azt mondja, hogy nagyon nagy összefogásnak, és nagyon nagy sok, és nagyon sok munka van benne. Elhangzott itt a felügytitkáró szájából megemlékezett közelmúltban elhunyt két tagunkról, két nagy támogatónkról, Levák István úrról és Bíró Andor úrról. Ugye, és ez visszanyúlik még a szovjet időkben, még akkor, mikor még voltak nagy mezőgazdasági vállalatok, mert az egyik ura a gáti tenyésztelepnek volt akkor az igazgatója, a másik pedig a Szovjetunió egyik legprominensebb TSZ-nek, kolhozának, a Péterfalu határú kolhoznak. És attól az időszaktól, tehát indébe 90-91-től folyik ez a munka. Folyik ennek a munkának nem csak a parkban materializált része, hanem ugye, ami nagyon fontos volt, a kutató része. És a kutató résznél ugye mindenképpen meg kell említenünk a szintén már, aki nincs közöttünk, Molnár Bertal urat, aki a akkori megyei végrehajtó bizottság alelnökeként vette pártfogása alá ezt. Mindenképpen meg kell említeni Korszun Alexi urat, akkor abban az időben a biztonsági szolgálat, a KGB ezredeseként állt az ügyünk mellé, és akkor neki köszönhettük azt, hogy még a Szovjetunió időszakában a moszkvai archívumokból hozzá tudtunk térni az eredeti forrásanyagokhoz, amelyek tényszerűen dokumentálták ezt a dolgot, mert ugye addig ez nálunk csak szájhagyományként igazából létezett, vagy igen, apró elszórt dokumentumokban. Tehát valóban tudományos előadásokat tartunk erről, tegnap is volt egy teljes konferencia, amit nagyon nehezen fejeződött be, mert most már nagyon jelentős anyaggal rendelkezünk, tehát ennek a tevékenységnek a tudományos kutatási feltárási része. És természetesen maga ez a materializált emlékpark, ami egy emlékhely, amik egy hely arra, hogy lehessen, ami egyrészt ugye valóban védelem alá vette a láger temető a tömegsíroknak, maradvány részét és az első világháborús hősautaknak is egy részét, és alapvetően egy ilyen kegyeleti hely, ahol mint ma is, és az év bármelyik napján bárki, akinek hozzátartozói szerettei, vagy egyáltalán van gondolata ez iránt, az óriási tragédia iránt, ami érte közösségünket, annak egyes tagjai, van hová eljönnie, és van hol ezt a kegyeletet kifejtenie. 30 év, lassan 30 éve már, hogy ez elindult, ennek a projektnek, a tevékenységnek minden ágazata. Ugye nekem abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én mind a 30 évben ugye, tudom csinálni ezt, és nagy öröm számomra, hogy ez a munka elérte eléri a célját, és valóban egyre több áldozat nevét tudjuk fölmutatni. Tehát nem általában beszélünk dolgokról, hanem egyre inkább már keresik el a nem is kicsi park területén a helyet arra, hogy az újabb táblákat el tudjuk helyezni. Tehát ez egy nagyon nagy munka, de egy nagyon fontos és hasznos munka, amit akik csinálják, akik csináljuk, ezt nagy szeretettel és nagy odaadással teszünk.
Miért olyan nehéz ön szerint kicsikarni egy talán idézőjelben apró gesztust a mindenkori ukrán kormánytól vagy Kijevtől, hogy rehabilitálják akár az elhurcoltakat, a meghurcoltakat, akármilyen formában? Miért ilyen nehéz elfogadtatni Kijevvel a kárpátaljai magyaroknak is a tragédiáját? Több oka van ennek. Érdekes mód ugye a korábbi időkben, a 90-es években, amikor még erős hatása volt a szovjet múltnak, akkor ezt valahol nem helyén volnak találták magasabb politikai körökben, hogy a szovjet rendszernek ezt a igazából, bár akkor ugye szabad volt a kritikája és a feltárása a sztalinizmus bünteteinek, ezt valahogy igazából úgy tartották, hogy ezt nem volna, ezt nem kellene, és ezt így elodázták. A mai helyzet egy egészen más, most egyáltalán sajnos olyan helyzetben vagyunk, hogy a magyar kérdés fölvetése az azonnali ellenállást vált ki, bármilyen magyar kérdés, és ez egy nagyon sajnálatos dolog, ami talán még sajnálatosabb az előzőnél is, és az is ebben nagyon sajnálatos, hogy végül nem marad már túlélő, aki maga élete folyamán megérte volna azt, hogy ezt az az állam, amiben él, amelyik államnak a polgára, ezt elismerje, hogy ez megtörtént, és ezáltal valamilyen képen bocsánatot kérjen ezekért a dolgokért. Sajnos ez van, és úgy tűnik, hogy a közeli hetekben, hónapokban ez a helyzet nem fog változni. A sajtóban is megjelent már az, hogy ön beidézte a biztonsági szolgálat. Mi volt ennek az oka, mivel magyarázták, illetve mire voltak kíváncsiak? Kaptam egy levelet a hét elején, hogy a biztonsági szolgálat szeretne egy feljelentés kapcsán meghallgatni. Mint kiderült a helyszínen, ahol ügyvédemmel jelentünk meg, hogy egy országos parlamenti képviselő írt egy levelet, hogy az október 23-ai beszédem kapcsán hallgassanak ki, és ez ügyben tettek fel kérdéseket. A kihallgatás körülményei korrektnek mondhatók, a kérdések viszont érdekesek voltak, mert azt kérdezték, hogy ki hívott meg, mit mondtam ott, illetve ez így rendben is van, de hát mondtam, hogy minden ott van az interneten, aki akarja, olvassa el, nézze meg, és hogy én értelmezzem a szövegemet. Mondtam, hogy én, amit leírtam, azt nem fogom se kommentálni, se magyarázni, én így gondoltam, és mindenki úgy értelmezze, ahogy ő akarja. Az ukrajnai jog és törvény és szólásszabadság törvényi keretei között működtem és tettem a dolgomat. Beszédemet kérdezték, én írtam el, természetesen én írtam, ez számomra egy kicsit sértő is volt, hiszen soha senki helyettem még beszédet nem írt. A másik, ami érdekes volt, hogy olyan kérdéseket kaptam, hogy hogyan fogadta a közönség, milyen hatása volt, mit akartam ezzel elérni, és milyen cselekedetekre szólítottam fel a beszédemmel a népeket. Én egy ünnepi köszöntőt mondtam egy magam nevében, gondolataimat arról, amit e kapcsán gondoltam, és semmiféle cselekedetekre nem szólítottam, ami pedig a népeket illeti a gondolatokat, gondolom minden beszéd egyformán kifejt mindenkiben más gondolatot, hisz mindenki másképp értékeli érzelmeiben, látja és érzékeli a világot, és ez benne van. Végén a tanúvallomásomat, egy órás ilyen beszélgetés volt, vagy kihallgatás, egy óra elvégeztével utána elolvashattuk a dolgot, és mondták, hogy az ukrán szöveget olvassam el, mint a fordítást. Mondtam, hogy a kárpátalja.ma honlapon ott van az eredeti magyar és az autentikus angol és ukrán fordítás, aki kíváncsi rá, fordítsa le. Én más fordításokat nem fogok olvasni, egyébként se vagyok se tolmács, se mérnök, se jogász, se közgazdász, hogy én ilyen ügyekben részt vegyek. Ennyi volt. Remélem nem lesz folytatása. Minden esetre én azt gondolom, hogy itt a főiskolán nagyon nyílt gondolkodás zajlik kutatásaink terén.
Így aztán ott hagytam a Főiskola Kutatóintézetének két anyagát, hogy amennyiben a témában szeretnének még tájékozódni, akkor tőlem kapják ezt meg. Ez az egyik anyaga, ami most készült el Tóth Mihály és Sernyiskó István tollából, ami az anyanyelv használat középiskolai szinten hogyan történik a szomszéd országokban, illetve ennek története 150 évre visszamenőleg, mióta nemzetállamépítés zajlik, tehát a kiegyezéstől napjainkig a magyar államban milyen oktatási törvényeket fogadtak el, és az hogyan segítette a kisebbségek anyanyelvi oktatását. Erről egy tudományos munkát adtam át, ahol megvannak eredetiben a környező országok és a korábbi törvények és ukrán nyelvi fordításban is, hogy járjanak utána. A másik pedig az elmúlt 4 évben a magyarokkal szembeni atrocitások gyűjteménye, ami szintén a Társadalomkutató Intézetünk, a Lehoczky Tivadar Intézet készített el, ahol viszont dokumentálva vannak azok az események, képekkel, hivatkozásokkal, újsághírekkel és YouTube-os felvételekkel, amit valóban a magyarokkal szemben követtek el. Egyébként a beszédemben én ezt csak felsoroltam. Személy szerint miként értékeli, támadásnak értékeli ezt a feljelentést, hiszen képviselők részéről már korábban is hangzottak el vádaskodások, támadások, tehát személy szerint ezt ön hogy éli meg? Hogyan élhetem meg? Hát nézze meg, amikor beidéznek egy ártatlan beszédél, egy olyan országban, ahol szólásszabadság van, illetve feljelenthet egy parlamenti képviselő egy szabadon kifejtett gondolatért, hogyan értékelhetem másképp? Érdekes mód, ez a parlamenti képviselő más professzorasszonyokat, akik azt mondták, hogy a magyarok olyanok, mint a kutyák, nem lehet, még azokat is meg lehet tanítani, mert debilek, vagy az a parlamenti képviselő, amikor a magyarok kitelepítéséről gyűjtöttek, nem jelentett fel senkit, aláírásokat, hogy ezt tárgyalja a parlament. Ilyen, hogy Kárpátaljáról emberek és közösségek kitelepítéséről gondolkodnak egyáltalán, és aláírásokat gyűjtenek a parlamenti honlapon, ilyen a 30-as években volt a fasizmus idején, majd később a sztálinizmus idején, amikor Sztálin a magyarok férfiakat vitt el éppen november 19-e környékén, valamint ugye neki tulajdonítják azt a mondást, hogy a magyar kérdés vagonkérdés, tehát akkor merültek fel ezek a kérdések. A zsidók kitelepítették, vagyis a fasiszták kitelepítették a zsidókat, a sztálini kormány pedig a kisebbségeket és a magyarokat akarta innét kitelepíteni. De mit mondjak másképpen? Hogyan lehet ezt még értelmezni?